Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai vendégem Kül Lajos, az Aranycsapat Alapítvány elnöke. Szervusz! Szép jó estét kívánok, szeretettel üdvözlök. Témánk pedig a Helsinki hősei, ugye 16 arany, 10 ezüst, 16 bronz 1952-es olimpiáról fogunk beszélgetni, még pedig azért, mert az a régi álom megvalósul, ami a kezdeményezésedre, hogy a magyar olimpikonok, a legeredményesebb olimpiai esztendőnk olimpikonjai egy méltó emlékművet kapjanak 2022-re, a 70. évfordulóra. Egy kicsit tekintsünk vissza a múltba, hiszen egyik beszélgetésünkkor már szóba került, hogy ezt Helsinkibe terveztétek. Két évvel korábban meghívtak Helsinkibe. Két éve korábban az aranycsapat év volt ünnepelve, megünnepelve. Amerikától, Ausztráliáig, Finországtól, Svédországon keresztül, jó Isten, sok-sok országban, Németország, Horvátország, stb. Fantasztikus volt. És hát meghívtak a finországi magyarok országos szövetség képviselői egynány előadásra. Helsinki, Turku, stb. Stb. És akkor én már oda úgy mentem, hogy gondoltam arra, hogy hát ugye mindig is az fantasztikus boldogsággal és büszkeséggel töltötte az embert, hogy volt egyszer egy olimpia valamikor, a kommunizmus, jó Isten tudja, legmélyebb, hanem is a Mariana Árkából, egy ilyen börtönvilágból kimenve, 1952-ben kérem az olimpia színhelyére Helsinkibe, és 16 olimpiai aranyérme elkápráztatták a világot. Minek következtében kezdték lapozgatni a térképet, mikor a végeredményt kihirdették, hogy első kérem a aranyérmek pontszámgyűjtésbe is kérem, de az aranyérmek tekintetében is, hogy az Amerikai Egyesült Államok lett az első, az akkor először elindult Szovjetunió lett a második, és Magyarország, a kis Magyarország, a kis Hungary, a small Hungary kérem, 16 aranyéremmel a fantasztikus harmadik helyezett. Így van. És ez óriási, hogy mondjam, hát csodálatot vált, megkalapozták az egész világ, hogy kik ezek? Hát mondom, lapozgatták a térképet Malajziától, a jó Isten tudja, a Peruig, vagy én tudom, hogy Dél-Afrikától, a Lapföldig. Hát kik ezek? Szóval mondták, hogy hát ez, ugye Hungary, hát ugye Attilának a késői leszármazotta, és hát ők vitték, ők tették ezt a világnak, kérem, hogy tényleg, hát tényleg, hát kápráz tárgyával vált a történet. Tehát megvolt az ötlet. Megvolt, hogy... tehát, hogy találkoztam a nagyon kedves és tényleg hát, szimpatikus nagykövetünkkel, Urkuti Györgyel kérem, és Györgyel mondom, a helyzet az, hogy én úgy jöttem ide ezekre az élménybeszámolókra az aranycsapat kapcsán, kérem, hogy egy másik dolgot is szeretnék megemlíteni neked. Nevezetesen, kérlek szépen, én úgy gondolom, hogy nemzeti zarándok helyet illene csinálnunk, kérlek szépen, én, mint az aranycsapat alapítvány elnöke, annak a tettnek, kérlek szépen, annak a dicső tettnek, hogy 1952-ben történt. Tehát 16 aranyéremmel, hát hogy mondjam, hát valami fantasztikus eredmény. Minden idők legeredményesebb olimpiában. Azt kétszer meg tudtuk közelíteni, kérlek szépen, Szöulba és hát mondjuk... Mexikóban. Még Barcelonában. De hát az csak megközelítés. Tehát 11 aranyérem, meg 10, az nem 16. Így van. És akkor egy börtönvilágból sikerült ez. És micsoda szereposztás. És legendák. És mint az aranycsapat alapítvány elnöke, büszkén mondhatom, hogy az aranycsapat ott lett igazából aranycsapat, igazából aranyos csapat. Mert addig is fantasztikus teljesítmény volt, de ilyen világtornál, mint az volt, hát óriási dolog volt, kérem, hogy például a kokául. Hát azt hiszem, igen, az elődöntőben találkoztunk Svédországgal ott. Svédországgal, kérem, ők voltak a regnáló olimpiai bajnokok. Előtte 4 évvel, kérlek szépen, Londonban volt az olimpia, Svédország győzött. Azt követően a labdarúgó világbajnokság pedig Brazíliában volt. A döntő Rio de Janeiroban. Megtörtént a csoda ott, egy őrület volt ott. 200 ezer néző előtt a kis Uruguay, kérem, legyőzte Brazíliát. Minek következtében ezek a brazilok, őrült brazilok nem tudták ezt elviselni. Több öngyilkos lett. Ledobták magukat ott a stadion tetejéről. Na most, ugye ezek jöttek át Európába, és akkor később mi legyőztük őket, Uruguayt, ugye 54-ben. Na de visszatérve, Svédországot 6-0-ra legyőztük. És Svédország ott 1950-ben a brazil világbajnokság harmadik. Tehát regnáló olimpiai bajnok, és világbajnoki bronzérmessel játszva, a négy között kérem 1952-ben,
6-0-ra legyőztük őket. Hát ez óriási dolog volt. És kérdezem, ott volt ezen a mérkőzésen Sir Stanley Rules, az angol labdarúgó szövetség akkori elnöke, aki később a FIFA elnöke is lett, és azt mondta, hogy uraim, ti lesztek, önök lesznek azok, akiket mi meg akarunk hívni és meghívunk a 90. év, tehát a magyar vagy az angol labdarúgó szövetség fennállásának 90. évforja alkalmán rendezett óriási nagy hát ünnepség sorozat. Így van, ebből lett az évszázad. Ebből lett a hatalmas. Pontosan. Kitűnő, nem mondod, Lajoskám. The game of the century, tehát az évszázad mérkőzése. Ugye 6-3-ra egyszerűen győztünk, hát az fantasztikus dolog volt. És akkor ugye nem akarták elhinni ezt az angolok, azon nyomban revansot követeltek. Hát akkor nem volt mobiltelefon, telexel, és Rákosi Jávtás hosszas győzködés után azért igent rábólintott, hogy kérem, igen, és akkor ugye nem is 3 napra, hanem meghívjuk a kapitalizmus védőbástyát, kérem, egy hétre. És akkor lent Balatonon, azt hiszem Balaton lenné volt. És egy meg is jöttek gyűlő. Egy hétre. Egy héttel, jöttek, hét egyel mentek. A Grosics Gyula tette ezt hozzá, 2,5 millió jegyigénylő volt. Na, tehát a lényeg az, hogy ilyen elődöntővel érkeztünk a döntőbe, ahol a jugoszlávokat 2-0 két várra fektettük. Tehát a fociban. És akkor így olimpiai bajnokok lett, Puskási, Cibor, Golyan. De mellette, Paplaci kérem, ökölvívásba, Csermák Jóska, amit mondanod, kérem, úgy eldobta ezt a kalapácsot, még most is keresik, hogy kérek szépen a Nurmi sétányokat. 60 méter fölé, és úgy akkor van. Az világrekord úgy volt. Van. Akkor kérek szépen a keleti ágiék fantasztikusak voltak tornában, akkor a Székely Éváék fantasztikusak voltak úszásban. Gerevi Csaladár kérem és társai, Kovács Pál kérem a vívásban, az öttusa csapat. Akkor kérem, hát fantasztikus, Szilvási Niki kérem birkózában. Káprázatos, hogy mondjam, szereposz, káprázatos generáció. Ne feledjük ki a női úszóinkat, Szőke Kató, Székely. Na természetesen, én csak egy párat említettem. Litomelicki. Igazad van, hogy hát? Takács Karsia, gyors tüvelő pisztolyos, tehát egy fantasztikus teljesítmény volt. Tehát megszületett a gondolat. Igen. Helsinkiből nem lett semmi, hogy miért, azt most hagyjuk. Inkább arról beszéljünk, hogy te nem adtad fel. És hála Istennek találtál az Aranycsapat Alapítvány elnökeként olyan embereket, akik melléd álltak. Tehát itt most, ha a politikusokat nézzük, az szerintem természetes, hogy Szabó Tünde, aki maga is olimpikon volt, olimpiai ezüstérmes úszó, ugyebár, mint a sportétfelős államtitkár melléd állt. Ő is, de az már nagyon komoly előrelépés, hogy bár tudjuk, hogy Szijjártó Péter szereti a sportot. Ő is mellénk állt. Külügyi külgazdasági miniszterként ez egy fantasztikus, erős támogató. Igen. És Kásler Miklós. De most? Ez volt a döntő kérdés. És ez a legfontosabb. Professzor úr, hogy szerelmes ebben a történetben? Mit mondott a professzor úr? Hát az Lajoskám, megcsináljuk! Mert ugye következő volt. Egy évvel ezelőtt már mi foglalkoztunk ezzel a témával. Nem, de igen. Egy évvel ezelőtt foglalkoztunk ezzel a témával, kérlek szépen, és akkor indult ez a COVID-19. És bementünk hozzá, nagyon kedves volt, fogadott bennünket, és akkor... Hát mi a véleménye, tisztelt professzor úr, annak kapcsán, hogy ezek a fantasztikus hősök, hogy emlékművet kapnak, és akkor szeretnénk, akkor még úgy volt, szeretnénk Helsinkibe, tehát a TET színhelyén, amit gyönyörű szépen újjáépítettek, ugye, vadonatúj stadion lett, egy káprázatos szép stadion, és szépséges környezetben, Nurmi sétány, ugye Pávó Nurmi, a finnek egyik nemzeti büszkesége, aki tényleg hát sok aranyéremmel örvendeztette meg őket, azon a sétányon ki is néztük, Melokó Miklós barátomnak a fantasztikus alkotásának a színhelyét. Aztán telt múlt az idő, ugye mindig erősödött a nyomás a COVID-19 kapcsán, és akkor meg ott is kérem az ellenállás, hogy itt se jó, ott se jó, amott se jó, finek megpróbáltak egy kicsit keresztbe tenni a történetet, és akkor végén eldöntöttem, köszönjük szépen, ebből nem kérünk, és akkor ugye annyiban maradtunk, hogy úgy döntöttem, hogy akkor itthon lesz. És akkor most bementünk, kérem, újból egy év után, kérem, amikor már lehetséges volt, azt hiszem 4,5 millió beoltott után, kérem, már ez lehetséges volt, újra randevút kérni, megbeszélésre, és akkor professzor, amit abba hagytunk, ott folytatnánk. Egyetlen változás van, nem Helsinkibe, hanem Budapesten szeretni. Csodálatos, boldogító. Tehát mindenféle fajta ilyen utaztatásról, szállításról, hány kamionnal szállítjuk ki a szükséges matériákat, ilyen követ, meg tüttői márvány, meg a jó Isten tudja mit, hanem itt lesz a
két variációt kínáltunk fel, egyik a Puskás stadion természetesen, a másik pedig az Olimpiai Parkot, a parlament közvet a parlament mellett. És a Melo komikus megszólt, azt mondta, ott legyen, mert ott több ember látja. Kész! Hogy kerested meg Melokko Miklóst? Hiszen tudjuk, hogy az ilyen kezdeményezésekre nyitott egyik oldalról, tehát méltóságot ad az ő jelenléte, pontosan, illetve művészi teljesítménye, a másik oldalról pedig az ő elképzelései mindig rendhagyóak, biztos, viszont méltóság teljesek. A kérdésre válaszolva, 10 éve bejár mindenféle fajta rendezvényünkre. 10 éve jár. Jár kérlek szépen az Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság foci döntőire, az Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság fedettpályás asztali tenisz, kézilabda, sakk, birkózás, irodalmi történelmi vesz rendezvényeire, és mindenféle fajta ilyen megemlékezésünkre, mert ugye a nemzetegyesítés mellett hagyományápolás, hagyományőrzés is van, mit tudom én, a 6-3-ra, amikor emlékezünk Puskás öcsi születésnapjára, Gyula Grosics Gyaka születésnapjára, minden rendezvényünkön a kedves feleséggel együtt ott van. És akkor ő is tényleg állt hihetetlen módon, tényleg szerelmes ő is, mint a professzor úr. Hát a professzorra ben voltunk, kérde, de ben vagyunk egy olyan 15 perce, jön be, meséli, hogy hát úristen, az aranycsapat volt a kedvence. Minden idők legnagyobb kedvence, professzor úr. Képzeljétek el, azt mondja, azt a csapatot mi legyőztük, azt az urugvajtas, ki a Finóval, aki tényleg hát a világ egyik legnagyobb focistája Puskás után, hát azzal kérem felékesített tényleg hát urugvai világ színvonalon focizó csapatot, akik legyőzték 200 000 néző előtt kérem a brazilokat, Rio de Janeiro, azokat mi legyőztük Lozánba 4-2-re, és akkor bejutottunk Puskás nélkül, döntőbe kérdezi, és Kocsis Sándor, micsoda két gólt, kopogtat, jönnek be, jön be a kabinetfőnök, egy professzorról a operatív törzstől valaki itt van már, és akkor szeretne, csak egy picit, mondja, még egy picit, várjon egy picit, mondja tovább lelkesen ezt a történetet, hogy ezek az emberek fantasztikus, milyen hatással voltak rá, míg a világ lesz ellenfelé, hogy felejti, hogy milyen gólokat rúgta, megint kopogtatnak. Jön, megint valaki érkezett a operatív bizottságtól, hogy kezdődik az értekezlet. Hölgyem, még mondja, még egy icipici türelmet kérek. Odafordul hozzánk, mondjuk akkor meg a Dolce, azt mondja, egy miniszter is, talán egyszer az életben megengedheti magának azt, hogy kérem, arról beszéljen egy kicsit hosszabban, hogy itt a világon legjobban szeret. Helyes. És akkor még mondta tovább, és a lényeg most a végén, ez a lényeg, Lajoskám, megcsináljuk. Helyes. Miklós dönts el, hogy hova, megcsináljuk, nem azt mondja, megcsináljuk ezeket az embereket örökre példaképként. És milyen támogatást tudott adni Szabó Tünde, hiszen a sportért felelős államtitkár... Konkrétan ő nem mondott, azt mondja, támogatja, de hát ugye a főnöke... Világos. Főnöke doktor professzor Kásler Miklós. Hát Miklósnak letettem oda a költségvetést, mi a költségvetés, az első kérdése. Letettem oda, miniszter úr körülbelül így néz ki. Tehát plusz-minusz 70 millió lesz. És kérlek szépen, azt mondta, Lajoskám, megcsináljuk. Ezek az emberek megérdemlik. Még mondom, miniszter úr, két dolgot szeretnék. Egy, hát hogy ezek a, tehát hogy mindenféleképpen legyen, tehát a parlamentben, hogyha ezt meg lehetne pendíteni, legyen a 2022-es év része az év nagy történése. Hát most én arra gondoltam, hogy hirtelen eszembe jutott, hogy 1222-ben volt ugye az aranybulla. Az aranybulla mellett mondjuk, legyen kérem a helsinki hősöknek az éve is, megosztva. Mert ilyen történet, ez egy olyan történet, hogy az angolok azt mondják, ugye, hogy never say never. Tehát soha nem mondasz, hogy soha. Szinte megismételhetetlen ez a 16 aranyérem. Ezt szeretném mindenféleképpen, hogy az év része legyen. Ez egyik. A másik pedig a Finn követségen is benn voltam, és a Finn követség nekem ajándékozta az eredeti fényképeket, amiből már mutattam is neked. Itt a másfél méter magas, és 80 centi széles, hogy ebből egy vándorkiállítást. Vándorkiállítás körbe először a 93 000 négyzetkilométer, utána történelmi Magyarország, és utána azt is elvinni Amerikától, kérlek szépen, Ausztráliába. Tehát ahol magyarok élnek. Igen, ahol magyarok élnek. És még egy, mondom, az iskolában legyen tantárgy. Ezt akárhogyan is,
ezt tanítsák, hogy ez egy olyan nagy tett volt, ami mindenféleképpen motiváló jelleggel hat, és a gyerekek tanulják meg Győzikét, meg a bánatokat, ilyeneket, hanem kérem, ez igazi hősök voltak, és akkor kérem, ez óri, a legnagyobb örömforrás volt. Tehát a világ. Szép lassan kerekedett a történet. Hogy találtál rá Tolcsai Béla barátunkra, aki tudjuk, hát ő is már 15 éve jön a rendezvényünkre. 15 éve. Pázmándon él a Béla, most ünnepli a 75. Örök hűséget esküdött az Aranycsapat alapítvány rendezőinek. Idén dupla ünnep neki is, hiszen 75 éves. 75 éves lesz. Keményen, szépen megünnepeljük. Tehát ő természetesen dalt ír, ugye? Na nem dalt, hanem egy fantasztikus indulót. Egy indulót. Fantasztikus indulót. Ott megígérte a professzor úrnak, hogy egy káprázatos indulót kérem, csodálatos szöveggel. És én felkértem még mellette Döbrentény Kornél, már 3 hónapja csinálja, kér, még azt mondja, az utolsó simítás, egy ódát írjon. Egy káprázatos ódát, hát hihetetlen szókincse van, és valami magasztos dolgot alakítson ebből a történetből, és akkor kér, azt szeretném, kérlek szépen, hogy a szobor egyik oldalán valaki megnyom egy gombot, akkor jön Tolcsai Bélnek a fantasztikus indulója. Egy. Kettő, kérlek szépen, a másik oldalon megnyom egy gombot, Döbrentény Kornél az óda a híróknak, ő óda a Helsinki hőseinek. Hát ez fantasztikus történet volt tényleg, hát olyan eredmény, amit az egész világ tényleg, hát hogy mondja, csodálkozva. Nos, hát a talpazaton pedig nyilván ott lesznek az aranyérmesek nevei, azért igen, tudjuk, hogy... Nem a talpazaton, lesz egy ilyen kredenszerű valami, igen, egy káprázatos, amit a Miklós kitalál. És egy könyv, lehet lapodni, tüthői bárra, kérdezett, 180 első helyezett. Igen, hiszen számtalan csapatunk volt, a labdarúgó igen, csapat, igen, a vívóválogatott, igen, a vízilabdások. A csapattagok, mindenki, aki igen, csak 20 percet játszott, például Dalnok Jani 20 percet játszott, ő is kérlek szépen részese volt ennek a sikernek, megérdemli, hogy a neve örök időkig kérlek szépen ott legyen a gyönyörű szép megemlékezés. Pontosabban az emlékmű. Tehát rábólintott most már igen, mindenki. Megcsináljuk le, most kell ennyit mondani. És hol tartanak a munkálatok? Na most ugye, most megy a minisztérium itt, különböző jogi osztás, stb. Jövő héten a Miklós megkapja a megbízatást, indítja a dolgot, 2,5 hónap, azt mondja, 2,5 hónapot vesz igénybe a történet. Amit szeretnénk, körülbelül, hát úgy tűnik, hogy a választások, tehát ugye 2022-ben, akkor 70. éves lesz ez a történet, ugye? Igen. 1952 és 2022, 70 éves lesz az évforduló, és akkor azt szeretnénk, hogyha 3 héttel a választások előtt lenne, kérem, választás úgy tűnik, hogy április 10-ére lesznek kiírva, hát olyan március 15-e körül, hát csodálatos dolog lesz. Tehát ugye a Petőfiék, pontosabban a Pesti Forradalomnak a kitörésének évforduló körül tervezzük. Hát és akkor szerintem óriási durranás lesz, és tényleg hát, míg a világ lesz, emlékezik. Tehát mindenki leróhatja, leróhatja. Tehát mindenki tiszteleket ott. Mindenféle fajta sportág, mindenféle fajta nációból, mindenféle fajta távoli országokból is ide zarándokolhatnak a magyarok. Nemzeti zarándok lesz. Mindenki fejet hajthat, és tényleg hallhatják Tolcsvagy Bélának a fantasztikus indulaját, hallhatják Döbrentény Kornélnek a fantasztikus ódáját, ott kérem, és akkor én még szeretnék egy olyat, hogy egy harmadikat megnyom, és akkor harmadik gombot megnyom, és akkor látja Puskás öcsének a gólját, vagy éppen Csermák Jóskának a világbajnok, vagy a világ csúcsot jelentő és olimpiai bajnok, igen, dobását, kérem, vagy éppen a Székely Éva úszását, vagy éppen Korondi Margit, vagy Keleti Ági tornászását. Ez nagyszerű gondolat. Várhatóan, tehát akkor lesz egy megnyitó. Lesz egy megnyitó, és ott lesz, ott aki él és mozog, ismerős arcok már jelezte, hogy kérdezőben szeretne ott lenni, mert ők is elég sűrűn megfordulnak nálunk, és tényleg hát a rendezvényeinket színezik, nem is akármilyen szinten, egy második himnuszá avantgárd ez a... Arról nem beszélve, hogy bár itt most csak a sportolókat említettük, akik majd és sportkedvelőket, akik igen, majd meglátogatják, elzarándokolnak az olimpiai parkba, de ne feledjük, hogy illetve Budapest egyik közkedvet helyéről beszélünk. Tehát korán sem mindegy, hogy mit visz hírül igaz, az a parlamentet látogató, hiszen az közvetlen szomszédságában. Így igaz. Talán ez is döntött úgy, tehát azt mondta a professzor úr, hogy ez döntse el Melokó úr. Tehát döntse el a Miklós, mert tényleg ő csinált ezt az egészen káprázatos tényleg hát emlékművet, hogy döntse el, ő kérem,
tapasztalatból, hogy melyik hely lenne, tehát a felajánlott kettőből a Népstadion, vagy a mivel hogy sport azért mégis, és Népstadion és az Olimpia Park a Dunaparton, a parlament mellett közvetlenül. És a Miklós azt mondta, hogy ahol többen látják, ez meg egyértelműen kérlek szépen a Dunapart és a parlament melletti gyönyörűséges, szép liget ott. Remek gondolat. És hirdesse a magyar sport dicsőségét. Hát 1952 tényleg vastagon aranybetűkkel beírtam. Így van. És köszönjük szépen neked, az Aranycsapat Alapítványnak, és mindenkinek, nagyon aki kérlek, támogatásával segíti ezt a missziót. Szívügy, mert ez több, mint egy építkezés, ez egyfajta küldetés részetekről, részedről. Köszönjük szépen. Én köszönöm a lehetőséget, számomra szívügy és tényleg. És kedves nézőink, tehát kérem, önök se feledjék, jövőre ünnepeljük a 70. születésnapját a Helsinki 16 arany, 10 ezüst, 16 bronzéremnek, és most az Aranycsapat Alapítvány jó voltából a következő esztendőben talán majd a parlament melletti olimpiai parkban is köszönhetjük hőseinket, és én pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra! Mind.